Néhányszor már említetted a megadást. Tőlem idegen ez a gondolat. Meglehetősen fatalistán hangzik. Ha folyton elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, akkor nem teszünk semmi erőfeszítést a helyzet javításáért. Úgy tűnik nekem, hogy a fejlődés valójában, személyes és kollektív szinten is, nem a jelen korlátainak elfogadása, hanem törekvés arra, hogy túljussunk a korlátokon és valami jobbat teremtsünk meg. Ha nem ezt tettük volna eddig, akkor még ma is barlangokban élnénk. Hogyan egyezteted össze a megadást a dolgok megváltoztatásával és a feladatok elvégzésével? Egyesek számára a megadás szó negatív mellékzöngéjű, mert hallani vélik benne például a veresség, a feladás, az élet kihívásaival szemben megélt kudarc, vagy a fásultság fogalmakat. Holott a valódi megadás valami egészen más. Nem azt jelenti, hogy passzívan beletörődsz a helyzetedbe, bármilyen is legyen az, és semmit sem teszel annak megváltoztatásáért. Azt sem jelenti, hogy fölhagysz a tervezéssel, vagy a pozitív tettek kezdeményezésével. A megadás az az egyszerű, de mély bölcsesség, hogy inkább átadjuk magunkat az élet áramlatának, semmint ellenállnánk neki. Az egyetlen pont, ahol megtapasztalhatod az élet áramlását, az a most. A megadás tehát a jelen pillanat feltétel és fenntartás nélküli elfogadása. Lemondasz arról, hogy ellenállj annak, ami van. A belső ellenállás azt jelenti, hogy mentális ítélkezés és érzelmi negativitás útján nemet mondasz arra, ami van. Különösen akkor válik ez kifejezetté, amikor a dolgok úgymond rosszra fordulnak. Ez azt jelenti, hogy szakadék választja el elméd igényeit és merev elvárásait attól, ami van. Ez a fájdalom szakadék. Ha már elég hosszú ideje élsz, akkor tudod, hogy bizony, gyakran fordulnak rosszra a dolgok. Pontosan ekkor érdemes a megadást gyakorolni, ha meg akarod tisztítani az életedet a fájdalomtól és a bánattól. A van elfogadása azonnal megszabadít az elmével való azonosulástól, és így újra összekapcsol a léttel. Az ellenállás az elme. A megadás színtiszta belső folyamat, de ez nem azt jelenti, hogy a külső szinten ne cselekedhetnél és változtathatnál a helyzeten. Megadásoddal valójában nem az egész helyzetet kell elfogadnod, mindössze azt a kicsiny részt, amit mostnak nevezünk. Ha például valahol beleragadsz a sárba, nem mondod, hogy rendben van, beletörődöm abba, hogy beleragadtam a sárba. A beletörődés nem azonos a megadással. Nem kell elfogadnod egy nem kívánatos vagy kellemetlen élethelyzetet. Azt sem tanácsolom, hogy becsapd magad, mondván. Semmi rossz sincs abban, hogy beleragadtam a sárba. Nem. Teljes mértékben fölismered, hogy ki szeretnél jutni a sárból. Ezt követően a jelen pillanatra szűkített be figyelmedet, anélkül, hogy gondolatban bármilyen címkét is akasztanál rá. Ez azt jelenti, hogy nem ítéled meg a mostot, és amiatt ellenállás és érzelmi negativitás sincs benned. Elfogadod a pillanat vanságát. Azután pedig cselekszel, és minden tőled telhetőt megteszel, hogy kikerülj a kátyúból. Az ilyen tettet nevezem pozitív cselekvésnek. Ez sokkal hatékonyabb, mint a negatív cselekvés, ami haragból, kétségbeesésből vagy frusztrációból ered. Amíg a kívánt eredményt el nem éred, tovább gyakorlod a megadást, oly módon, hogy tartózkodsz a most minősítésétől. Mondani valom illusztrálására hadd hozzak egy képi hasonlatot. Este, sűrű ködben, egy ösvényen haladsz. Szerencsére azonban van nálad egy erős fényű elemlámpa, ami keresztül világít a ködön. És így egy kicsi, világos útszakaszt látsz a lábad előtt. A köd az élethelyzeted, ami a múltat és a jövőt is tartalmazza. Az elemlámpa a tudatos jelenléted. A kicsi, világos útszakasz pedig a most. A megadás hiánya megkeményíti pszichológiai formádat, az egó kérgét és így az elkülönültség intenzív érzetét okozza. A körülötted lévő világot, azon belül különösen az embereket, magadra nézve fenyegetőnek érzékeled. Tudattalan kényszer ébred benned, hogy ítélkezéssel elpusztíts másokat, vagy hogy versengj és uralkodj. Még a természet is ellenségeddé válik, és észlelésedet és értelmezésedet a félelem vezérli. Az üldözési mánia nevű elmebetegség csupán kevéssel hevenyebb formája a tudat eme szokványos, úgymond normális, ám valójában kóros állapotának. Az ellenállás hatására nem csak pszichológiai, hanem fizikai formád, tehát a tested is keményé és merevvé válik. A test különböző részein feszültség támad, és az egész test összehúzódik. Az életenergia szabad áramlása a testben, ami az egészséges működéséhez alapvetően szükséges, nagy mértékben korlátozottá válik. A testmozgás és némely fizikális gyógymód segíthet ugyanaz az áramlás helyreállításában, de ha nem gyakorlod a megadást a mindennapi életedben, akkor ezek a terápiák csak ideiglenes tünetmentességet eredményeznek, mert az ok, az ellenállási minta nem szűnt meg. Van benned valami, amire nem hatnak élethelyzeted ideiglenes körülményei, és amihez csak a megadáson át vezet az út. Ez pedig az életed, te magad, aki az időtlen jelen birodalmában örökké létezik. Ennek az életnek a megtalálása az egyetlen dolog, amire szükség van, ahogy Jézus mondta. Ha élethelyzetedet kellemetlennek, vagy esetleg elviselhetetlennek tartod, akkor először is meg kell adnod magad, mert csak úgy tudod összetörni a helyzetet fenntartó tudattalan ellenállási mintát. A megadás tökéletesen összeegyeztethető a cselekvéssel, a változtatás kezdeményezésével és a kitűzött célok elérésével. Amikor megadtad magad, akkor abban az állapotban már egy teljesen más, a megszokottól eltérő minőségű energia áramlik a tetteidbe. A megadás újra összekapcsol a lét forrás energiájával. Márpedig, ha a cselekvésedbe, a lét hatol be, akkor az az életenergia boldog ünneplésévé válik, ami még mélyebben visz a mostba. Az ellenállás feladásán keresztül tudatosságod minősége, és ezért bármilyen cselekvésed, illetve teremtésed minősége is mérhetetlenül javul. Az eredmények ekkor már garantáltan tükrözik ezt a minőségi ugrást. Akár megadásos cselekvésnek is nevezhetnénk az ilyen tevékenységet. Ez nem az a munka, amit évezredek óta munkának nevezünk. Ahogy egyre több ember ébredt föl, a munkaszó valószínűleg eltűnik majd szókincsünkből, és talán egy új szó veszi át a helyét. Várható jövődet a legnagyobb mértékben tudatod jelenlegi minősége szabja meg. Ezért a megadás a legfontosabb dolog, amit a pozitív változásért megtehetsz. Ehhez képest bármilyen tett csak másodlagos jelentőségű. Önmegadás nélküli tudatállapotból nem származhat valóban pozitív cselekvés. Értem már. Ha például valamilyen kellemetlen vagy számomra nem megfelelő helyzetben vagyok, és teljesen elfogadom a pillanatot úgy, ahogy az van, akkor nem élek át szenvedést és boldogtalanságot. Így módon, mint egy a helyzet fölé emelkedem. Az azonban még mindig nem világos egészen, hogy bizonyos fokú elégedetlenség nélkül, vajon honnan kapok energiát és ösztönzést a tettekhez, és a változtatás véghezviteléhez. A megadás állapotában nagyon világosan látod, mit kell tenned, és cselekszel is. Méghozzá úgy, hogy egyszerre csak egy dolgot teszel, és egyszerre csak egy dologra figyelsz. Tanulja természettől. Figyeld meg, hogyan hajtja végre elégedetlenség és boldogtalanság nélkül minden úgynevezett feladatát. Miként bomlik ki ennek eredményeként szemed láttára az élet csodája? Ezért mondta Jézus: Nézzétek a mezők liliumait, hogyan nőnek. Nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak ha a helyzeted összességében nem kielégítő vagy kellemetlen, akkor különítsd el a többitől a jelen pillanatot, és fordulj megadással afelé, ami van. Ez elemlámpád, ködön áthatoló csóvája. Ennek hatására tudatod állapotát már nem a külső körülmények fogják megszabni. Már nem az ellenállás és a reagálás irányítja lépteid. Aztán vizsgáld meg alaposan az adott helyzetet. Kérdezd meg magadtól. Tehetek-e valamit, hogy megváltoztassam a helyzetet, hogy javítsak rajta, vagy lépjek ki belőle? Ha úgy ítéled meg, hogy van lehetőség, akkor megteszed a megfelelő lépést. Ne figyelj egyszerre százféle dologra, amiket valamikor a jövőben majd, Biztosan vagy esetleg meg kell tenned. Koncentrálj arra az egy teendőre, amit most tehetsz meg. Ez nem azt jelenti, hogy ne tervez. Meg lehet, hogy épp a tervezés az egyetlen dolog, amit pillanatnyilag megtehetsz. De bizonyosodj meg róla, hogy nem vetítetted ki magadat a jövőbe azzal, hogy arról szóló mentális filmeket kezdesz vetíteni lelki szemeid elé. Elveszítve így a mostot. Lehet, hogy cselekedeteidnek nem lesz azonnal gyümölcse. De amíg az beérik, addig se állj ellen annak, ami van. Ha semmit sem tehetsz, és nem is léphetsz ki az adott helyzetből, akkor használd a szituációt arra, hogy még mélyebben menj bele a megadásba, a mostba, a létbe ha belépsz a jelen időtlen dimenziójába, a változás gyakran furcsa módokon következik be, anélkül, hogy túl sokat kéne tenned. Az élet segítőkészé és együttműködővé válik. Ha olyan belső tényezők akadályoztak meg a cselekvésedben, mint például félelem, bűntudat vagy lustaság, akkor tudatos jelenlétet fényében azok elolvadnak, meg semmisülnek. Ne keverd össze a megadást azzal a hozzáállással, hogy engem többi már semmi sem fog bosszantani, vagy azzal, hogy engem többi már nem érdekel. Ha alaposabban szemügyre veszed az ilyen hozzáállást, akkor rájössz, hogy a mélyén, valójában rejtett megbántottság formájában negativitás húzódik meg. Ez esetben egyáltalán nem megadásról, hanem leplezett ellenállásról van szó. Megadáskor figyeld meg önmagad, és ellenőrizd, marad e benned, akár csak nyomokban is ellenállás. Légy nagyon éber, amikor ezt teszed, mert valamelyik sötét sarokban egy gondolat, vagy fel nem ismert érzelem formájában, akár maréknyi ellenállás is megbújhat. könnyebb beszélni az ellenállás elengedéséről, mint megtenni azt. Még mindig nem értem világosan, hogy lehet azt elereszteni. Ha azt felelet, hogy megadással, akkor újra kérdem, hogyan? Kezd azzal, hogy elismered, van benned ellenállás. Légy ott, amikor történik, amikor az ellenállás föltámad benned. Figyeld meg, hogyan hozza létre az elméd hogyan minősíti a helyzetet, önmagadat és másokat. Vedd szemügyre a gondolkodási folyamatot. Érezd az érzelem energiáját. Az ellenállás megfigyelése révén rájössz, hogy az valójában céltalan, haszontalan reakció. Teljes figyelmednek a mostra irányításával a tudattalan ellenállás tudatossá válik, és ezzel véget is ér. Nem lehetsz egyszerre tudatos és boldogtalan. Tudatos és negatív. A negativitás, a boldogtalanság, vagy a bármilyen formában jelentkező szenvedés ellenállást jelez, és az ellenállás mindig tudattalan. Én tudom, hogy mikor érzem magam boldogtalannak. Akartál-e boldogtalan lenni? Ha nem akartál, akkor hogyan alakult ki mégis ez az érzés? Mi a célja? Ki tartja életben? Azt mondod, hogy tudatában vagy boldogtalan érzésednek. Az igazság azonban az, hogy azonosulsz velük, és kényszeres gondolkodással tartod fenn a folyamatot. Mindez tudattalan. Ha tudatos lennél, vagyis teljesen a mostban tartózkodnál, akkor minden negativitásod szinte azonnal megszűnne a jelenlétedben nem tudna fönnmaradni, csak is a távol létedben képes életben maradni. Jelenlétedben még a fájdalomtest sem képes sokáig fönnmaradni. Azzal őrződ meg boldogtalanságodat, hogy időt adsz neki. Ez számára úgymond a vér, az éltető elem. Intenzív jelen pillanati tudatossággal vedd el tőle az időt, és ő meghal. De vajon akarod-e, hogy meghalljon? Biztos, hogy eleged van belőle? Ki lennél nélküle? Amíg nem kezded gyakorolni a megadást, addig a spiritualitás számodra olyan valami, amiről olvasol, gondolkozol, beszélsz, vagy éppen könyvet írsz, amivel kapcsolatban lelkesedsz, amiben hiszel, vagy éppenséggel nem. Egyre megy. Amíg nem adod meg magad, addig a spiritualitás nem válik számodra élő valósággá. Amikor viszont ezt megteszed, a belület kiáradó és az életedet aztán irányító energia sokkal magasabb rezgés számú lesz, mint az elme energia, ami ma még a világunkat kormányozza. Az az energia, amelyik megteremtette a jelenlegi civilizációnk társadalmi, Politikai és gazdasági szerkezetét, és amelyik oktatási rendszerünk és a média révén életben tartja magát. A megadással a spirituális energia belép ebbe a világba. Nem okoz szenvedést sem neked, sem más embernek, sem a bolygón élő bármilyen más élőlénynek. Az elme energiától eltérően nem szennyezi a Földet és nem vonatkozik rá a polaritás törvénye, ami azt mondja ki, hogy semmi sem létezhet az ellentéte nélkül, hogy rossz nélkül jó sincs, akik elme energiával működnek, a föld lakosságának a leges legnagyobb része, nem is tudnak a spirituális energia létezéséről, ami a valóságnak egy más rendjéhez tartozik. Amint elegendő ember lép be a megadottság állapotába, és így teljesen megszabadulnak a negativitástól, egy új világ fog megszületni. Ha a Föld sorsa az, hogy életben maradjon, akkor ez lesz lakói energiája. Jézus utalt erre az energiára, amikor hegyi beszédében híres proféciáját elmondta: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a Föld. Ez csöndes, ám erőteljes jelenlét, ami föloldja az elme tudattalan mintáit. Ezek a sémák egy ideig ugyan még aktívak maradhatnak, de többé már nem uralják az életedet. A külső feltételek, amelyeknek ellenálltál, a megadás következtében szintén gyorsan elkezdenek változni, vagy szétoszlani. Olyan erő ez, ami nagyon hatékonyan alakít át helyzeteket és embereket. Ha a körülmények nem változnak azonnal, a most elfogadásával akkor is képes vagy már föléjük emelkedni. Akár így, akár úgy, de szabaddá válsz. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik kihasználni, manipulálni vagy irányítani akarnak engem? Nekik is adjam meg magam? Ők el vannak vágva a léttől, és ezért tudattalanul tőled próbálnak energiához és erőhöz jutni. Igaz, hogy csak tudattalan ember próbál másokat kihasználni és manipulálni, de ugyanolyan igaz az is, hogy csak a tudattalan embert lehet kihasználni és manipulálni. Ha ellenállsz és harcolsz mások tudattalan viselkedésének, illetve viselkedésével, akkor magad is tudattalanná válsz. A megadás azonban nem jelenti azt, hogy megengeded, hogy tudattalan emberek kihasználhassanak. Egyáltalán nem. Abszolút lehetséges határozottan és egyértelműen nemet mondani valakinek, vagy kilépni egy helyzetből. És ugyanakkor a teljes belső nem ellenállás állapotában lenni. Amikor nemet mondasz valakinek, vagy egy helyzetnek, akkor azt ne reakciószerűen, hanem meglátásod alapján, a pillanatnyilag helyes és helytelen lépés világos fölismerése birtokában tedd. Nem válaszod, ne reaktív, hanem minőségi legyen. Ne tartalmazon negativitást olyan nem válasz legyen, ami megelőzi további, fölösleges szenvedés létrejöttét. A munkahelyemen meglehetősen kellemetlen helyzet alakult ki. Megpróbáltam megadni magam ennek, de nem megy, egyszerűen lehetetlennek érzem. Folyamatosan rengeteg ellenállás jön elő belőlem. Ha nem tudod megadni magad, akkor azonnal cselekedj. Szólj, Adj hangot, álláspontodnak, vagy tegyél valamit, ami megváltoztathatja a helyzetet, vagy lépj ki a szituációból. Vállalj felelősséget az életedért. Ne szennyezd negativitással a gyönyörű, ragyogó belső lényedet, sem a Földet. Semmilyen formájában se adj helyet magadban a boldogtalanságnak. Ha végleg képtelen vagy cselekedni, Például, mert börtönben ülsz, akkor két lehetőség közül választhatsz: ellenállás vagy megadás. Tehát leláncoltság vagy belső szabadság, függetlenség a külső feltételektől, szenvedés vagy lelki béke. A nem ellenállást külső erőszakkal konfrontálódva is alkalmazzuk? Vagy ez csak a belső életünkre vonatkozik? Csak a dolog belső aspektusával törődj. Ez az elsődleges. Az persze meg fogja változtatni életed külső menetét is, a kapcsolataidat és egyebeket. A megadás alapvetően fogja megváltoztatni a kapcsolataidat. Ha soha nem vagy képes elfogadni azt, ami van, akkor ebből az is következik, hogy senkit sem tudsz olyannak elfogadni, amilyen. Megítéled, kritizálod, minősíted, visszautasítod, vagy megpróbálod megváltoztatni az embereket. Továbbá, ha mostot folyamatosan csak eszközként használod egy jövőbeli cél eléréséhez, akkor minden embert, akivel csak találkozol és akivel kapcsolatba kerülsz, szintén egy jövőbeli cél elérésére szolgáló eszközzé teszel. Ez esetben a kapcsolat, az emberi lény másodlagos vagy teljesen lényegtelen lesz számodra. Az válik elsődlegessé, amit a kapcsolatból nyerhetsz. Anyagi előny, a hatalom érzete, testi öröm, vagy az ego ilyen-olyan kielégülése. Hadd mutassam be egy példán, hogyan működhet a megadás az emberi kapcsolatokban. Amikor egy vitába vagy konfliktusba keveredsz, például a partnereddel vagy bárkivel, aki közel áll hozzád, kezd azzal, hogy megfigyeled, mennyire védekezel, ha bástyáidat megtámadják. Illetve érezd saját agressziód erejét, amikor te támadod a másik ember álláspontját. Figyeld meg a saját szempontjaidhoz és véleményedhez való ragaszkodásodat. Érezd a mentális, emocionális energiát, ami amögött az igényed mögött húzódik meg, hogy neked legyen igazad. És bebizonyosodjon, hogy a vita téved. Ez az egós elme energiája. Úgy tudatosíthatod, ha beismered, hogy létezik, és annyira átérzed, amennyire csak tudod. Aztán egy nap, egy vita kellős közepén hirtelen rájössz, hogy dönthetsz. Ha akarod, képes vagy széne az ösztönös reakciódat. Ki is próbálod, csak hogy megtudd, mi történik ilyenkor. Megadod magad. De nem csak a szavak szintjén. Tehát nem arról van szó, hogy rálegyintesz mondván, jó van, igazad van, miközben az arc kifejezéseden ez látszik. Fölött állok én ennek a gyerekes tudattalanságnak. Ez csak azt jelenteni, hogy az ellenállást egy másik szintre tolod át, miközben továbbra is az egós elme diktál, és felsőbbrendűséget követel magának. Arról beszélek, hogy teljesen elengeded magadból azt a mentális emocionális energiamezőt, amely a hatalomért küzd. Az ego igen ravasz, ezért nagyon ébernek, nagyon jelenlevőnek és önmagaddal szemben teljesen őszintének kell lenned. Utóbbi azért lényeges, hogy tud, valóban lemondtál-e az álláspontoddal való azonosulásról, és függetlenítetted-e magadat az elméttől. Ha hirtelen nagyon könnyűnek és kitisztultnak érzed magad, valamint mély béke érzés jár akkor ez ismerhetetlen jele annak, hogy valóban megadtad magadat. Ezt követően figyeld meg, mi történik a másik ember mentális pozíciójával. Így, hogy ellenállásodali már nem adsz neki energiát. Amint sikerül föladnotok mentális bástyáitokat, megkezdődhet a valódi kommunikáció. Mi a helyzet az ellenállás mentességgel, ha erőszakkal, agresszióval és hasonlókkal kerülsz szembe? Attól, hogy nem állsz ellen, még nyugodtan cselekedhetsz. Mindez arról van szó, hogy tetted, vagy akciód ne tudattalan reakció legyen. Gondolj a keleti harcművészetek gyakorlatának alapját képező mély bölcsességre. Ne állj ellen az ellenfél erejének. Engedj neki, hogy legyőzhesd. Az intenzív jelenlét állapotában a nem cselekvés Rendkívül erőteljes átalakító és gyógyító hatást fejt ki helyzetekre és emberekre. A taoizmusban használatos a Wu-Wei kifejezés, amit általában úgy fordítanak, hogy cselekvés nélküli cselekvés, vagy nyugodtan ülve nem cselekedni semmit. Az ősi Kínában ezt az egyik legnagyobb teljesítménynek és erének tekintették. Gyökeresen különbözik ez a közönséges tudatállapotú, vagy inkább tudattalan tétlenségtől, ami félelemből, tehetetlenségből vagy határozatlanságból ered. Az igazi úgymond semmit tevésre, a belső ellenállás hiánya és az intenzív éberség jellemző. Ha pedig cselekvése van szükség, akkor az már nem a kondicionált elmédi diktátor reagálás lesz, hanem a tudatos jelenlétedből cselekszel. Ebben az állapotban az elméd mentes a fogalmaktól, az erőszakmentesség fogalmát is beleértve. Így hát ki tudná előre megjósolni, hogy mit is teszel majd. Az ego azt hiszi, hogy az ellenállásodban rejlik az erőd, holott igazság szerint az ellenállásod elszakít a léttől, az egyetlen helytől, ahol valódi erő lakozik. Az ellenállás erőt színlelő gyöngesség és félelem. Amit az ego gyöngeségnek vél, az valójában a lényed, teljes tisztaságában, ártatlanságában és erejében. Amit erőnek lát, az pedig nem más, mint gyöngesség. Így hát az ego folyamatosan ellenállás üzemmódban működik, és hamis szerepeket játszik, hogy eltakarja úgynevezett gyöngességedet, ami valójában éppenséggel az erőd. Amíg nincs megadás, az emberi kapcsolatok nagy része csak tudattalan szerepjáték. A megadásban nincs már szükséged az ego védekezésére és hamis álarcokra. Nagyon egyszerűvé nagyon valódi vál válsz. Ez veszélyes, mondja az ego. Megsérülsz, sebezhetővé válsz. Amit persze az ego nem tud, hogy csak az ellenállás feladásán keresztül. Csak az úgymond sebezhetővé váláson át fedezheted fel valódi, lényedből fakadó sebezhetetlenségedet. Ha valaki súlyos beteg, és az állapotát teljesen elfogadva megadja magát a betegségnek, nem adja-e fel ezzel a gyógyulási szándékát is? Hisz ez esetben már nem lenne benne elszántság, hogy megvívjon a betegséggel. Jól gondolom? A megadás a feltétel nélküli belső elfogadása annak, ami van. Mi itt az életedről beszélgetünk. Erről a pillanatról. És nem az életed körülményeiről vagy feltételeiről, tehát nem arról, amit én élethelyzetnek nevezek. Ezt már kifejtettem. Ami a betegséget illeti, ez a következőképpen fest. A betegség élethelyzeted része. Mint ilyen, van múltja és jövője. A múlt és a jövő megszakítás nélküli folyamatot képez, ha csak tudatos jelenléted nem aktiválja a most megváltó erejét. Amint tudod, a különböző feltételek mögött, amelyek az időben létező élethelyzetetet alkotják, van valami mélyebb, lényegibb. Az időtlen mostban lévő életed, a valódi lényed. Mivel a mostban nincsenek problémák, ezért ott betegség sincs. Valaki címkét akasztott az állapotodra, és te elhiszed azt. Ez a hit tartja fenn az állapotot. Megerősíti azt, és egy átmeneti egyensúlyvesztésből így egy láthatólag tartós valóságot teremt. Nem csak szilárdságot és valóságtartalmat ad neki, hanem olyan időbeli folytonosságot is, amivel addig nem rendelkezett. Ha erre a pillanatra összpontosítasz, és tartózkodsz a mentális megcímkézéstől, akkor a betegség a következő egy vagy több tényezővé redukálódik. Testi fájdalom, gyengeség, rossz közérzet, cselekvő Ennek adod meg magadat, és most. Nem a betegség ideájának adod meg magad. Hagyd, hogy a szenvedés a jelen pillanatba kényszerítsen, az intenzív, Tudatos jelenlét állapotába. Használd fel ezt a megvilágosodáshoz. A megadás nem alakítja át azt, ami van, legalábbis nem közvetlenül. A megadás téged alakít át. Amikor te átalakulsz, azzal az egész világ átalakul. Mert a világ csak reflexió, visszatükröződés. Erről már volt szó. Ha belenézel a tükörbe, és nem tetszik, amit látsz, bolondság lenne, ha megtámadnád emiatt a tükörképedet. Holott a nem elfogadás állapotában éppen ezt teszed. Ha pedig megtámadod a képet, akkor az magától értetődően visszatámad. Ha azonban elfogadod a képet, bármi is legyen az, ha barátságos vagy vele, akkor az nem tud nem barátságos lenni veled. Hát így változtatod meg a világot. Nem a betegség a probléma, te vagy a probléma, amíg az egós elme uralkodik. Ha beteg vagy rokkant vagy, egy pillanatig se hidd, hogy valahogy kudarcot vallottál volna. Ne érezd magad emiatt bűnösnek. Ne hibáztasd az életet mondván, hogy igazságtalanul bánt veled, de ugyanígy magadat se hibáztasd. Mindez ellenállás. Ha súlyos betegséged van, használd fel azt a megvilágosodáshoz. Bármi úgynevezett rossz is történik az életedben, használd fel azt a megvilágosodáshoz. Vond meg az időt a betegségtől. Csöpnyi múltat vagy jövőt se adj neki. Hagyd, hogy intenzív jelen pillanati tudatosságba kényszerítsen, majd figyeld, mi történik. Váj alkimistává! transmutáld a közönséges fémet arannyá, a szenvedést tudatossággá, a katasztrófát pedig megvilágosodásra. Lehet, hogy súlyos betegségben szenvedsz, és szavaimtán földühítettek. Ha így lenne, akkor ez egyértelműen azt jelzi, hogy a betegség én tudatod részévé vált, és hogy most véded az identitásodat, és egyúttal a betegségedet is. A betegségnek jelölt állapotnak semmi köze ahhoz, aki valójában vagy. ami a népesség még tudattalan többségét illeti. Az ő egójuk kemény burkát csak valami kritikus határhelyzet képes megroppantani, és megadása kényszerítve őket elérni, hogy fölébredjenek. Akkor jön létre határhelyzet, ha valamilyen katasztrófa, drasztikus megrázkódtatás, súlyos veszteség vagy szenvedés hatására az egész világod összedől és értelmét veszti. Ez a halállal való találkozás. Akár fizikai, akár pszichológiai értelemben. Az egós elme, eme világ megteremtője, összeroskad. Ekkor a régi világ hanvaiból új világ születhet. Természetesen nincs rá garancia, hogy akár a határhelyzet is képes lenne kiváltani ezt a hatást, de a változás potenciális lehetőségét mindenképp megadja. Egyes emberekben ilyen helyzetekben még inkább fölerősödik a vannal szembeni ellenállás, ami pokoljárássá teszi az életüket. Másokban a szituáció csak részleges megadást vált ki. De még ez is bizonyos mélységet és higgadságot eredményezhet ami addig nem volt jellemző rájuk. Az ego némely része leszakad, és ez lehetővé teszi, hogy az elme mögötti fény és béke, legalább kis része, átragyoghasson. A határhelyzetek már sok csodát produkáltak. Akadtak olyan gyilkosok, akik kivégzésükre várva, életük utolsó óráiban megtapasztalták az egó nélküli állapotot és az azzal járó intenzív öröm és békeérzést. Belső ellenállásuk a helyzetükkel szemben olyan hatalmas mértékűvé vált, ami már elviselhetetlen szenvedést okozott. De mivel sehova sem menekülhettek előle, míg az elmevetítette jövőbe sem, rákényszerültek elfogadni az elfogadhatatlant. Kénytelenek voltak megadni magukat így váltak képesi arra, hogy belépjenek a kegyelem állapotába, amely a megváltást hozza el, a múlt teljes elengedését. Valójában persze nem a határhelyzet ad teret a kegyelem és a megváltás csodájának, hanem a megadás. Ha tehát súlyos sorscsapás ér, vagy valami nagyon úgynevezett rossz történik veled, súlyosan megbetegszel, lerokkansz, elveszíted otthonodat, vagyonodat vagy társadalmilag meghatározott identitásodat, elhagy a szerelmed, meghal vagy szenved egy szeretted, közeleg a halálod. Tudd, hogy van ennek egy másik oldala is. Tudd, hogy ilyenkor csupán egyetlen lépés választ el valami hihetetlen, fantasztikus dologtól. A fájdalom és a szenvedés fémének teljes alkímiai aranyát transzmutálásától. Ezt az egy lépést megadásnak nevezik. Nem azt mondom, hogy boldog leszel ebben a helyzetben. Nem leszel. De a félelem és a fájdalom olyan lelki békévé és higgat derűvé alakul át, ami nagyon méről tör majd elő. Magából, a megnyilvánulatlanból. Ez Isten békéje amely minden értelmet meghalad. Ehhez képest a boldogság meglehetősen csekély valami. Ezzel a sugárzó békével együtt jár a felismerés, nem az elme szintjén, hanem lényed mélyén, hogy elpusztíthatatlan és halhatatlan vagy. Ez nem csupán hit. Olyan tökéletes bizonyosság, amelynek nincs szüksége semmiféle másodlagos forrásból származó külső bizonyítékra. Olvastam egy régen élt görög, sztoikus filozófusról, aki fia halálának híre hallatán így reagált. Tudtam, hogy nem halhatatlan. Ez a megadás? Ha igen, akkor én nem kérek belőle. Vannak olyan helyzetek, amikor a megadás számomra teljesen természetellenesnek és embertelennek tűnik. Az érzelmeitől való elvágottság, nem megadás. Azt azonban nem tudjuk, hogy a görög filozófus milyen belső állapotból mondta azokat a szavakat. Bizonyos szélsőséges helyzetekben még mindig képtelenség lehet számodra a most elfogadása. Ám mindig kapsz egy második lehetőséget, a megadása. Az első lehetőséged minden pillanatban megadni magadat az adott pillanat valóságának. Megértvén, hogy ami van, azt nem lehet visszacsinálni, mert az már van. igent mondasz arra, ami van, illetve elfogadod azt, ami nincs. Aztán pedig teszed, amit tenned kell, bármit is kívánjon az adott helyzet. Ha az elfogadás ezen állapotában élsz, akkor többé már nem teremtesz negativitást, szenvedést és boldogtalanságot. Az ellenállásmentesség, tehát a kegyelem és könnyűség állapotában élsz, megszabadulva a küzdelemtől. Valahányszor nem tudod ezt megtenni, valahányszor elszalasztod ezt a lehetőséget, vagy azért, mert nem generálsz magadban elegendő tudatos jelenlétet ahhoz, hogy megelőzd egyes megszokott, tudattalan ellenállás mintád aktiválódását vagy azért, mert a helyzet annyira extrém, hogy az számodra teljesen elfogadhatatlan, valamilyen formában fájdalmat és szenvedést teremtesz. Úgy tűnhet ugyan, mintha a helyzet okozná a szenvedést, de végső soron nem erről van szó. Az ellenállásod teremti azt meg. Íme a második lehetőséged a megadásra. Ha nem tudod elfogadni azt, ami kint van, akkor fogadd el azt, ami bent van. Ha nem tudod elfogadni a külső állapotot, fogadd el a belsőt. Ez azt jelenti, hogy ne szállj szembe a fájdalommal. Hagyd, hogy legyen. Add meg magad a bánatnak, a kétségbeesésnek, a félelemnek, a magányosságnak, vagy bármilyen formában is jelentkező szenvedésnek. Figyeld meg, nézd, ám anélkül, hogy minősítenéd. Öleld át. Aztán lásd, miként transmutálja a megadás csodája a lángoló szenvedést mély lelki békévé. Ez a te keresztre feszítésed. Hagyd, hogy megváltássá, és menj be menetellé váljon. Nem értem, hogyan adhatja meg magát valaki a szenvedésnek ahogy te magad is rámutattál, a szenvedés a nem megadás. Hogy adhatod meg magadat a nem megadásnak? Felesd el egy pillanatra megadást. Amikor intenzív fájdalom jár át, valószínűleg úgy is hiába való és értelmetlen lenne minden szó a megadásról. Amikor iszonyú erős fájdalmat érzel, minden bizonyal sokkal erősebb késztetésed támad majd kimenekülni belőle, mint megadni magad neki. Nem akarod érezni, amit érzel. Mi lehetne ennél normálisabb? De nincs menekvés, nincs kiút. Sok hamis kiút, sok álmegoldás létezik. Munka, ital, kábítószer, harag kivetítés, elnyomás és így tovább, de ezek nem szabadítanak meg a fájdalomtól. A szenvedés intenzitása nem csökken attól, hogy tudattalanná teszed. Ha letagadod az érzelmi fájdalmat, az megfertőzi minden tettedet, gondolatodat és kapcsolatodat. Rádióadóként a belőled áradó energia formájában sugárzod azt szét, és a körötted levők tudatalat veszik ezt az adást. Ha tudattalanok, lehet, hogy szinte kényszert éreznek majd, hogy valamilyen módon megtámadjanak vagy megbántsanak. Az is megtörténhet, hogy fájdalmad tudattalan kivetítésével te bántod meg őket. Mindig azt vonzod magadhoz, és azt manifestálod, ami összhangban van belső állapotoddal. Ha már nincs kiút, akkor még mindig létezik keresztülvezető út. Ne fordulj hát el a fájdalomtól, nézz szembe vele. Érezd át teljesen. Érezd, ne pedig gondolkozz róla. Szükség esetén fejezd ki, de elmédben ne kanyaríts köré forgatókönyvet. Irányítsd teljes figyelmedet az érzésre, ne pedig a személyre, Eseményre vagy helyzetre aki, illetve ami azt látszólag okozta. Ne hagyd, hogy az elme arra használja a fájdalmat, hogy abból áldozat identitást kreáljon számodra. Ha sajnálod magadat és lépten nyomon elmeséled a történetedet, csak beleragadsz a szenvedésbe. Mivel lehetetlen az érzésből elmenekülni, az egyetlen esélyed a változtatásra, hogyha belemész abba máskülönben semmi sem fog változni. Szentelt hát teljes figyelmedet annak, hogy mit érzel, és ne aggass rá semmiféle mentális címkét. Az érzésbe merülve légy nagyon-nagyon éber. Eleinte úgy tűnhet, mintha egy sötét, rémisztő helyre érkeztél volna. Ha késztetést érzel az elfordulásra, Figyeld meg ezt a késztetést, de ne engedelmeskedj neki. Továbbra is tartsd figyelmedet a fájdalmon. Érezd a bánatot, a félelmet, a rettegést, a magányosságot, a szóban forgó bármilyen érzést. Maradj éber, maradj jelen egész lényeddel, tested minden sejtjével. Ahogy ezt teszed, fényt gyújtasz a sötétben. Ez tudatosságod lángja. Ezen a ponton már nem kell foglalkoznod a megadással. Az már megtörtént. Hogyan? A teljes figyelemmel, ami teljes elfogadást, más szóval megadást jelent. Azzal, hogy teljes figyelemmel fordulsz felé, a most erejét használod, ami a jelenléted ereje ez az ellenállás legkisebb, bárhol megbúvó darabkáját is széttiporja. A jelenlét eltörli az időt. Márpedig idő nélkül semmilyen szenvedés, semmilyen negativitás sem maradhat életben. A szenvedés elfogadása utazás a halálba. Amikor szembenézel a heves fájdalommal, hagyod, hogy legyen, és ráirányítod a figyelmedet, tudatosan lépsz a halálba. Amikor meghaltad ezt a halált, rádöbbensz, hogy nincs halál, és hogy nincs mitől félni. Csak az egó hal meg. Képzelj el egy napsugarat, amely elfelejtette, hogy elválaszthatatlan része a napnak. Abba a tévhídbe ringatja magát, hogy küzdenie kell a túlélésért, hogy teremtenie kell egy, a napétól eltérő identitást, és görcsösen kapaszkodnia kell abba. Hát nem lesz eme téveszme halála hihetetlenül felszabadító? Szeretnél könnyű halált? Szeretnél fájdalom nélkül, haláltusan nélkül meghalni? Akkor hajj meg a múltnak minden pillanatban, és hagyd, hogy jelenlétet fénye elűzze azt az idő által gúzsba kötött, súlyos valakit, akiről eddig azt gondoltad, hogy az te vagy. Sokan számolnak be arról, hogy mély szenvedésen keresztül találták meg Istent. A kereszt útja, keresztény kifejezés is talán ugyanerre utal. Egyfolytában ezzel foglalkozunk itt. Pontosabban fogalmazva, nem a szenvedésen keresztül találták meg Istent, mert a szenvedés ellenállást is jelent. A megadáson keresztül találták meg, helyzetük teljes elfogadásán át. Amibe az intenzív szenvedés belekényszerítette őket. Egy szinten bizonyára ráébredtek, hogy a fájdalmukat maguk teremtették. Miért teszel egyenlőségjelet a megadás és Isten megtalálása közé? Mint hogy az ellenállás elválaszthatatlan az elmétől, az ellenállás elengedése a megadás véget vett a mesteretként viselkedő elme, e hamis Isten hatalmának, aki szélhámosként úgy tesz, mintha ő te volnál. Minden ítélkezés és negativitás füsté válik. A létbirodalma, amelyet az elme eddig homályban tartott, megnyílik. Hirtelen hatalmas nyugalom támad benned, és elmondhatatlan mélységű béke érzet. És abban a békében hatalmas öröm van, és abban az örömben szeretet van. És abban a legbelső magban van a szent, a mérhetetlen, a megnevezhetetlen. Azért sem nevezném a dolgot Isten megtalálásának, mert nem lehet megtalálni azt, ami, illetve aki, soha nem veszett el magát az életet, aki te vagy. Az Isten szó nem csak azért korlátozó, mert évezredeken át tévesen értelmezték és használták, hanem azért is, mert az egy rajtad kívülálló entitása utal. Isten maga a lét, nem pedig egy lény. Nincs helye itt alany tárgy viszonynak, dualitásnak. Nem arról van szó, hogy vagy te, és van Isten. Isten felismerése a lehető legtermészetesebb dolog, ami csak létezik. Nem az a bámulatos és fölfoghatatlan, hogy képes vagy tudatára ébredni Istennek, hanem az, hogy ha nem vagy tudatában Istennek. Az általad említett kereszt útja a megvilágosodáshoz vezető régi, ismert út, és az utóbbi időkig ez volt az egyetlen ösvény. Ám azért ne utasítsd el, és ne becsüld alá a hatékonyságát. Ma is járható út. A kereszt útja teljes irányváltás. Azt jelenti, hogy életed legnagyobb rossza, a kereszted, a legjobb dologgá válik, ami valaha történt veled, mert megadásra, úgymond meghalásra kényszerít. Arra, hogy olyan legyél, mint a semmi, olyan, mint Isten. Mert Isten is úgymond semmi, tehát nem dolog. Manapság az emberek tudattalan többsége számára még mindig a kereszt útja az egyetlen út. Ők csak további szenvedések árán fognak fölébredni, és a megvilágosodást, mint kollektív jelenséget, előreláthatulag hatalmas fölfordulás fogja megelőzni. Ez a folyamat a tudatosság növelését irányító, egyetemes törvények működését tükrözi, ami miatt egyes látnokok a várható történéseket képesek voltak már előre látni. Többek között a jelenések könyve, avagy az apokalipszis is ír a jövőről, bár homályos és néha áthatolhatatlan szimbolikába burkoltan. Ezt a szenvedést nem Isten bocsátja az emberiségre, hanem azt a részben az emberek teremtik meg maguk és egymás számára, részben pedig a Föld, amely egy élő és intelligens organizmus, így módon szándékozik megvédeni magát az emberi őrület vad támadásaival szemben. Ugyanakkor egyre nő azoknak a száma, akiknek a tudata már elég fejlett ahhoz, hogy a megvilágosodás eléréséhez ne kelljen többet szenvedniük. Lehet, hogy te is e csoportba tartozol. A szenvedésen keresztül elért megvilágosodás, a kereszt útja, azt jelenti, hogy rúgkapálva és üvöltve kényszerűz belépni a mennyek országába. Végül megadod magad, mert már nem bírod elviselni a fájdalmat. De ez bizony hosszú és szenvedésteli út. A tudatosan választott megvilágosodás azt jelenti, hogy nem kapaszkodsz már a múltba és a jövőbe, és életed középpontjába a mostot állítod. Azt jelenti, hogy az idő helyett inkább a jelenlét állapotát választod, úgymond lakóhelyedül. Azt jelenti, hogy igent mondasz arra, ami van. Ekkortól már nincs szükséged fájdalomra. Mit gondolsz, mennyi idő kell még neked ahhoz, hogy képes legyél kijelenteni? Nem hozok létre több fájdalmat és szenvedést. Mennyi fájdalomra van még szükséged, mire meg tudod hozni ezt a döntést? Ha úgy gondolod, hogy ehhez még idő kell, akkor megkapod. Hozzá fájdalmat is. Az idő és a fájdalom elválaszthatatlanok egymástól. mi a helyzet azokkal, akik a jelek szerint akarnak szenvedni. Van egy barátnőm, akit a partnerek fizikailag bántalmaz. A lány előző kapcsolatában is ugyanez volt a helyzet. Vajon miért pécéz ki a barátnőm mindig ilyen férfiakat magának? És most miért nem lép ki ebből a kapcsolatból? Mi a magyarázata, hogy oly sok ember ténylegesen választja magának a fájdalmat? Tudom, hogy a választás szó a New Age egyik kedvenc szava, de ebben az összefüggésben nem teljesen pontos kifejezés. Félrevezető azt mondani, hogy valaki rosszul működő, diszfunkciós kapcsolatot vagy egyéb negatív helyzetet választott magának. A választáshoz, a döntéshez tudatosság, méghozzá magas szintű tudatosság szükségeltetik. A nélkül nincs választás. Csak attól a pillanattól kezdve választhatsz, amikor elhatárolod magad az elmédtől és annak kondícionált működési mintázataitól, amikor jelenlevővé válsz. Amíg nem éred el ezt a pontot, addig spirituális értelemben tudattalan vagy. Ez azt jelenti, hogy kénytelen vagy elméd feltételes reflexeinek megfelelően gondolkozni, érezni és cselekedni. Ezért mondta Jézus: Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Mindennek nincs köze a megszokott értelemben vett intelligenciához. Sok rendkívül intelligens és tanult embert ismerek, akik szintén teljesen tudattalanok más szóval, tökéletesen azonosulnak az elméjükkel. Valójában, ha a mentális fejlődést és a megnövekedett tudásmennyiséget nem ellensúlyozza egy annak megfelelő mértékű tudatosság növekedés, akkor igen nagy az illető esélye a boldogtalanságra és a szerencsétlenségre. A barátnőd beleragadt egy olyan kapcsolatba, amiben a társa veri őt, és ez már nem az első ilyen pár választása. Miért? Mert nincs választása. Az elme, amit jelenlegi állapotába a múlt kondícionáló hatása hozott, mindig azt keresi, hogy miként tudná újra megteremteni azt, amit ő már ismer és megszokott. Még ha fájdalmas is, de legalább ismerős. Az elme mindig a már ismerthez tapad. Ami ismeretlen, az számára veszélyes, mert azt nem tudja uralni. Ezért viszonyog az elma jelen pillanattól, és ezért kerüli azt. A jelen pillanati tudatosság nem csak az elmegondolat áramában, hanem a múlt jövő kontinuumban is rést üt. Egyetlen igazán új és kreatív dolog sem léphet be ebbe a világba másut, csak ezen a hézagon, a végtelen lehetőségek eme tiszta terén keresztül. Az elméjével azonosult barátnőd a jelek szerint, tehát újra és újra megteremti a múltban megtanult mintáját, amelyben az intimitás és a fizikai bántalmazás elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A másik lehetőség, hogy olyan koragyermekkorában befogadott elme mintát realizál, amely szerint ő értéktelen, rossz, aki büntetést érdemel. Az is lehetséges, hogy életének nagy részét a fájdalom testén keresztül éli, amely táplálékként mindig újabb és újabb fájdalmat keres. A partnerének is megvannak a tudattal mintái, amelyek passzolnak az övéihez. A helyzetét természetesen a hölgy maga teremti meg, de vajon ki, vagy mi az ő maga, aki, vagy ami ezt a teremtést végzi? nem más, mint egy mentális, emocionális minta a múltból. De vajon miért csinál ő abból ő magát? Ha azt mondod a hölgynek, hogy ő maga választotta ezt a körülményét vagy helyzetét, akkor azzal csak megerősíted az ő elmével azonosult állapotát. De ő valóban ez az elme minta lenne? Az az ő igazi énje? Vajon a múltból származik az ő valódi identitása? Mutasd meg a barátnődnek, hogyan válhat a gondolatok és érzelmek mögötti megfigyelő jelenlétté. Beszélj neki a fájdalomtestről, és hogy miként szabadulhat meg tőle. Tanítsd meg neki a belső test tudatosság művészetét. Mutasd be neki, mit jelent a jelenlét amint képes lesz hozzájutni a most erejéhez, és azzal áttör a feltételes reflexekben rögzült múltján, már lesz választás lehetősége. Senki nem válasz magának működési zavart, konfliktust, fájdalmat. Senki nem választja az elmebajt. Ezek azért adódnak elő mégis, mert nincs benned elég jelenlét ahhoz, hogy föl tud oldani a múltat, Nincs benned elég fény, ami elűzhetni a sötétséget. Nem vagy teljesen itt, még nem eléggé ébredtél fel. Addig pedig az elmebe idegződött mintái irányítják az életedet. Hasonlóképpen, ha azok közé tartozol, akiknek problémájuk van a szüleikkel, ha valamilyen tettük, illetve elmulasztott tettük miatt még mindig neheztelsz rájuk, akkor jelenleg is azt hiszed, hogy volt választásuk, hogy másképp is viselkedhettek volna. Mindig úgy néz ki, mintha az embereknek lenne választásuk, de ez tévhit. Amíg a kondícionált sémákkal megtömött elméd irányítja az életedet, amíg azonos vagy az elméddel, ugyan mond, milyen választási lehetőséged van. Semmilyen. Ott se vagy az elmével azonosult állapot, súlyosan zavart állapot. Ez az elmebetegség egyik válfaja. Ilyen-olyan mértékben, de szinte mindenki szenvedettől a kortól. Abban a pillanatban, ahogy erre ráébredsz, nem tudsz már többé neheztelni. Hisz hogyan lehetnél mérges valakinek a betegségére? Az egyetlen megfelelő válasz ilyenkor az együttérzés. Ezek szerint senki sem felelős a tetteiért? No, ez a gondolat nem tetszik nekem. Ha az elméd irányít, akkor, noha nincs választásod, mégis megszenveded a tudattalanságot következményeit, és további szenvedést teremtesz. Viseled a félelem, a konfliktusok, a problémák és a fájdalom terhét. Az így létrehozott szenvedés ereje végül ki fog taszítani tudattalan állapotodból. Azt hiszem, hogy a választási lehetőségről elmondott gondolataid a megbocsátásra is vonatkoznak. Előbb teljes tudatosságra és megadásra van szükség ahhoz, hogy meg tudj bocsátani. A megbocsátás szót kétezer éve használják, ám annak jelentéséről a legtöbb embernek nagyon korlátozottak az ismeretei. Amíg én tudatodat a múltból eredezteted, addig sem magadnak, sem másnak nem tudsz igazán megbocsátani. Csak akkor történik valódi megbocsátás, ha hozzájutsz a most erejéhez, ami a saját erőd. Ez erőtlenné teszi a múltat, és mélyen megérted, hogy semmilyen korábbi cselekedeted, és semmi, amit valaha is veled tettek, a legcsekélyebb mértékben sem érintheti meg valódi lényed, ragyogó lényegét. A megbocsátás fogalma ekkor, úgy, ahogy van, szükségtelenné válik. És hogy jutok el ehhez a felismeréshez? Úgy, hogy megadod magadat annak, ami van és így teljesen jelenlevővé válsz. A múlt ereje ennek hatására semmivé foszlik. Többé már nincs szükséged rá. A jelenlét a kulcs. A most a kulcs. És honnan fogom tudni, hogy már megadtam magam? Onnan, hogy akkor már nem érzed szükségét annak, hogy föltedd ezt a kérdést.